lefekszik az ágyra velem, azután kioson is elhagy. Másodiként lépett színpadra az Óbecsei Bozsóki Nina. Az elsős gimnazista, Szabó T. Anna, Elhagy című versét mondta. Hát megpróbáltam úgy elmondani, ahogy gyakoroltuk. Most remélem nem látszódott rajtam, hogy nagyon izgultam, hiszen ez volt az első alkalom, hogy felléptem itt. Ma a beszédművészet vetélkedő résztvevői és az énekelt versek előadói álltak színpadra. Varga Attila hat diákjának szurkolhatott a nézőtérről. A diákokat mi motiválja? Talán az, hogy ebben az összetört világban találnak valami olyan értéket, amiben bele lehet kapaszkodni, és amiben belekapaszkodva úgy érzik magukat, hogy mégiscsak van a mobiltelefonokon és egyáltalán mindenféle hazugságon túl egy valós világ. A program szünetében nyitották meg a KMV képzőművészeti tárlatát és vetélkedőjét. Olá Dóra zsűritag szerint az idén különösen sok és kiváló munka érkezett be a pályázatra. Nagyon szélsőséges volt úgy teljes egészében a választék, mert volt például olyan festmény, ami fantasztikus minőségű, és a tényleg, amit meg lehet tanulni, már megtanulta a fiatal, és mellette volt olyan szobor, ami tényleg, hogy látszott rajta, hogy nem egy tanult munka, hanem így teljesen önmagában és szabadon, és abszolút minden iskolát nélkülözve jött létre. Szombaton irodalmi vetélkedővel folytatódik a rendezvény, vasárnap pedig kiosztják a díjakat.